hanem a hitnek a lényeg az, hogy azt hiszed, amit Isten hisz. És a legteljessége a hitnek az, hogy Isten azt hiszi rólad, hogy te a fia vagy, és minden rendben van veled. És amikor mi kezdjük ezt hinni, akkor valahogy a gyakorlati dolgaink is, lehet, hogy nem csettintése, de olyan normálisabbá válnak. Hát ha Jézus ilyet mondott, hogy a madarak azok nem vetnek, nem aratnak, ezzel nem azt akarom mondani, hogy welfare-en élnek. Ez félre. De az, hogy teljesen bíznak az ő apjukban. Érted? Nem attól, nem azon görcsölnek, hogy bocsánat, csak, tehát nem azon görcsölnek, hogy túl éljenek. Érted? Hanem élvezik, hogy Isten szereti őket. De mondom, ez nem azt jelenti, hogy tehát miközben padlót raksz, vagy vakolsz, ugyanúgy lehet élvezni Istennek a szeretetét. Jó? Tehát nem azt akarom mondani, hogy aki dolgozik, az nem tudja élvezni. De nem az aggódás, meg az, hogy mi lesz velünk, ilyenek, ilyen nincsen. De ezt nem tudod csinálni, hogy nem aggódok. Aggódni fogsz akkor is. Egy dolog űzi ki, egy dolog szabadít meg, hogy felismerem azt, hogy én fiú vagyok. Tehát csak azt, hogyha azt kéred az Úrt, hogy Uram, én, vagy hálát adsz, én emlékszem, akkor a Jongicsónak tanultuk még nannó, nagyon régen ezt az imáját, tudjátok, a mi atyánkot ilyen elég hosszan, hogyha tanulta valaki, ha úgy imádkozol, akkor a mi atyánkot nem tud elmondani több óra alatt se. Mert azok ilyen mi atyánk, az egy fejezett cím, és akkor, hogy Uram, te vagy az én apukám, és akkor csak erről imádkozol. És emlékszem, hogy ezt gyakoroltam, minden reggel hálát adtam, hogy az apukám, és egyszer csak bum, így megértettem, hogy ő az én apukám. Kész. Tehát tudtam a szívembe. Amikor, aki tudja, tudjátok, én elhagytam a családomat, amikor, és bűnben voltam, tehát nem mondom, hogy jót tettem, de tudtam, hogy ő az apukám. És tudtam, hogy szeret engem. Nem visszaélést akarok, meg nem egy ilyen a bűnből való teológiát gyártani. De, és nem is erre alapozom, amit mondok, hanem az igére. Ezt csak most mellé teszem, mint hogy ezt tapasztaltam, és ezt más sok ember is megtapasztalta, hogy akkor is szeretett engem. Éreztem, hogy szeret engem. De azt is éreztem, hogy nem jó, amit csinálok. De éreztem, hogy szeret. Nem volt olyan, hogy akkor hülye gyerek vagy, és akkor menj amerre. Ugyanúgy szeretett engem, mert nem változik meg a szeretete attól, hogy te elfordulsz tőle. Hát gondoljatok bele, hogy ha te gyereked elmegy otthagy, és elmegy drogozni, meg minden, akkor te azt mondod, hogy hülye gyerek vagy, meg nem, ugyanúgy szereted. Tehát Istennek a szíve soha nem változott meg az emberiség felé, akármit tett az ember. Csak az ember elváltozott, és azt gondolta, hogy az Isten haragszik, meg ilyenek. Tudom, hogy a bűnre haragszik, meg ilyenek, tehát nem akarom ezeket kihúzni a Bibliából, jó? Csak azt akarom mutatni, Isten azért mentette meg az embert, mert szerette akkor is. Persze utálta a bűnt, meg tudta, hogy ez nem egy olcsó dolog, hogy ebből kihozzam őket. Az életét adta oda érte. De ő az motiválta mindig, hogy szeretem őket. Tehát ha bele tudtunk volna látni a szívébe, akkor azt láttad volna, hogy annyira szeret. Annak ellenére, hogy én ezt tettem, meg ebben vagyok, nagyon-nagyon szeret. Úgy szeret, mint a saját fiát, akkor is. Mert ő annak tartott, hiába veszett el, ahhoz, hogy az apának is elment a gyereke, az egy elveszett fiú volt, de az övé. Azon hazajött, azt mondta, hogy ő él, meghal, de él. Tehát Isten, én mindig arra szoktam gondolni, hogy ő most hogy látja, vagy hogy gondolja, mert az egésznek a vége az, hogy ugye senki nem ment az atyához csak rajtam keresztül. Ezt is lehet úgy érteni, hogy milyen szigorú le van korlátozva, érted. De ez a legszélesebbre tárt kapu, hogy nem az, hogy leszabályoztuk, hogy senki nem mehet az atyától, csak rajtam keresztül, hanem az, hogy a vége mindennek az, hogy az atyát megismerjük, és Jézus, ő egy highway. Tehát ő benne annyira egyszerűvé vált az embernek, hogy semmit nem kell tenni azért, hogy az atyához menjen. Mert Jézusban maga az atya jött el. Az Ézsaiás 9 valamennyi, biztos elhiszitek, hogy hívjuk őt ennek, annak, annak, és az örökkévalóság atyának. Tehát Jézus Krisztusban Isten, az atya jött el, és teljesen egyesült Jézusban a Isten az emberrel. Ezért volt az, hogy ő az Immanuel, hogy velünk van az Isten, nincsen távol, hanem ő benne újra felismerhetjük az, hogy Isten meg az ember egy. Előtte az volt, hogy az Isten tiszteletnek a lényeg az volt, hogy Isten nagyon távol van. Ugye még a Mózesnél mondták, hogy mi nem is megyünk oda, te csak beszélj vele, az majd elmondod nekünk. De ez az érzés, ez megmaradt bennünk, és amit az elején is mondtam, hogy ilyen adoptált gyerekként vagyunk az Isten országába. De Jézus Krisztus volt az, akiben, ő az Immanuel, akiben ez eltörlődött. Minden távolság. És azért kell, ő rá nézel, akkor látod benne a teljes egységedet Istennel. Hogy neked, ő a te apukád, őtőle származol, és az ő fia vagy.
nem egy gyülekezetnek a tagja vagy. Tehát nem az a legfontosabb azonosítód, hogy ide jársz, vagy oda jársz. Ez sokkal nagyobb annál, mint hogy ide jársz, vagy oda jársz. Ha nem jársz ide se, meg oda se, sehova se, akkor is ez igaz minden emberre. És hogyha ezt elkezded mondani bárhol, érted, akkor ez olyan dolog, Pál azt mondta, hogy nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének. Ez azért rezonál bennük, mert ez bennük van. Tehát nem azt mondom, hogy a teknős békától származtál, és akkor hú, néhányan megegyezünk ebben, néhányan nem egyezünk meg ebben, és akkor alapítunk egy szektát, meg ilyeneket, hanem ez olyan dolog, ami rezonál benned, érted? Érzed, nem kell győzködni egymást, érted? Én akkor is ezt mondom, ha nem értesz egyet vele, és a szíved tudja, hogy ez igaz. Nem azért, mert én találtam ki, hanem ez benned megvan. Lehet, hogy az elméd vitatkozik vele, mert sok minden máshogy van benne, de de a szellemed meg a szíved érzi, hogy igen, nem lehet máshogy. Például ugye van olyan, aki mondja, hogy mit tudom én, tegnap is láttuk a Magyar Házban, hogy a magyarság a magja mindennek. Tehát van egy ilyen felirat, érted? Tehát, de az oké, de például egy zsidó ember nem tud erre rezonálni, hogy a magyarság a magja mindennek. Tehát, hogy én is a magyarok törzséből származom meg ilyen. Tehát lehet ezt mondani, meg tényleg minden tiszteletem, hogyha valaki ebben hisz. De amikor azt mondod egy ilyen embernek is, hogy oké, tegyük fel, a magyarokból indult mindenki, nekem majdnem mindegy. De a magyarok is indultak valahonnan. És az meg az Isten. És amikor, ha ők az Istenből indultak, akkor már nem a szár, mint hogy Ádám volt az első, vagy egy pártus valaki volt, mindegy, vagy szémita volt, mindegy. De akkor, mert már tudjuk, hogy nem az a lényeg, hogy így hús szerint, test szerint honnan jövünk, hanem az, hogy mindjárt az Istenből jövünk. És Jézus ezt jelentette ki. Ezért ezt bátran mondhatod bárkinek. Nem azt akarod az emberektől, hogy keresztények legyenek. És mondjuk ne értsétek félre, hogy így mondom. De amikor mi azt gondoljuk, hogy a kereszténységet terjesztjük, akkor nagyon nagy konfliktusba kerülünk más vallásokkal. Mert azt akarjuk, hogy hagyják el a vallásukat, és ilyen kulturális megtérésnek nevezik ezt, hogy azt akarom, hogy keresztény legyen. De hidd el, ha valaki felismeri, hogy ő Istentől született, az megváltozik az élete. És rájössz arra, hogy az Isten tiszteleti formája, hogy az milyen formában csinálja, ez nem olyan jelentő. Mi, ha nem... Azért akarjuk, hogy az X vallású, Y vallású legyen, mert nem értjük az eredetét az embereknek. Azt gondoljuk, hogyha ilyen lesz, akkor lesz rendben. És konvertálni akarjuk az embereket. De amikor megérti, a François barátunk egy muszlim emberrel beszélt, egy ilyen nagykövetségen, és ott sírt egy idő múlva, mondta, hogy ezt hallania kell az én népemnek. És egy szót nem mondott arról, hogy a vallásod így, meg úgy, hanem arról beszélt, hogy ti mohamedánok, vagy muszlimok is az Istentől származtok, de ezt nem tudod Mohamed tanításaiból meglátni. És higgyétek el, hogy még magának Jézus Krisztusnak, mint testben megjelent messiásnak a tanításaiból sem tudsz rájönni. Ezért van az, hogy sok dolog erőtlen közöttünk, mert Jézus csak úgy látjuk, mint aki testben megjelent, ennyi. De Pál azt mondta, én nem akarok köztetek tudni másról, mint Krisztusról, mint megfeszítetről. Mert az egész történet akkor nyílik meg, amikor azt nézzük, hogy Jézus, aki megfeszítetett, és utána mi történt, mi van abban. Ugye, amit mondtam is már, azt mondja, hogy ha ismertük, gondoljatok bele, ha ismertük és Krisztus test szerint, többé nem ismerjük. Ezt mondta Pál. Ez azt jelenti, hogy nem segít rajtunk, ha ünnepeljük a húsvétot, ünnepeljük a karácsonyt. Ez nem segít rajtunk, mint ahogy a világon sem segít. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne karácsonyozzunk, meg ne húsvétoljunk, csak az, hogy ebben nincs így erő. És hogyha mi ezt adjuk tovább, hogy jaj, milyen szép kulturális izéket csinálunk, ettől semmi. A mohamedánok kultúrája erősebb szerintem lassan, mint a kereszténység, és azért is terjed annyira. Mert ők ötször így csinálják, ilyen fegyelmezetten, és az persze, minden kultúrában van szellem. Én nem mondom, hogyha például láttam egy ilyen indiai vendéglőben, ott volt, mit tudom én, ki valaki, biztos szentember volt a tehénnel, hogyha nekem az népművészet, neki egy vallás. Mert azt mondja Pál, hogy nincsenek más istenek. Tehát én hihetek abba, hogy ú, ez a szent kép. És akkor biztos, hogy nekem van ebbe spiritus. Tehát előbb-utóbb, tehát borulok előtte, hiszek benne, imádkozom hozzá, akár kő, szobor, írás, teljesen mindegy.
valami evilági dolog. De én nem harcolok ezek ellen, mert nem kell, mert Isten mindent elvégezte, legyőzte ezeket. Hanem én azt az embernek akarom megmutatni, az, hogy ő kicsoda igazából. És amikor ezt megmutatom, akkor lehetséges, hogy mondjam, ott hagyja azt a képet, vagy le fogja venni a képet, de nem tud hinni benne abba a dologba. Figyeljetek, mit mond a Pál itt az Apcsel 17-ben. Azt mondja, amikor a 20-as, 29-es, mivel hogy ez az Istennek a nemzetsége vagyunk, ezt mondja a bálványimádó embereknek, már is befejezem. Nem kell, figyeljetek, nem kell azt gondolni, hogy aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz, emberi mesterség, kitalálás faragványához hasonlatos az Istenség. Tehát azonnal megmondja nekik, hogy figyeljetek, hogy Isten nem ezekhez hasonlít, hanem hozzád. Te hasonlítasz ő rá. Nem lehet, tehát Isten, amikor meg akarta mutatni magát az embereknek, azért teremtett téged. Rátette az ő képét és a hasonlatosságát. A Lilla olyan, mint Isten, meg a Gábor is, meg mindnyájára. Ezt mondja a Biblia, az ő képe és a hasonlatossága vagy. Nem tudja egy szobor visszaadni, tehát nem tudsz a szoboron keresztül, de amikor te megismered azt, amit mondtam az előbb, megismered, hogy te Istennek a fia vagy, ezáltal meg is ismered őt. Isten az ő teljességét kijelentette az ő fiában, és az ő fia meg kijelent téged. Ugye ezt mondja a Biblia, hogy minden Jézusról szól, minden, ami Jézusban van, az pedig rólad szól. Ami igaz ő benne, az igaz benned. 1 János 2:7-8. Tehát Jézus rólad szól. Ő nem egy idegen valaki, aki én távol vagyok tőle, hanem ő rólad beszél. És ez nem önismeret, hanem ez a vége a megváltásnak. Ezért jött Jézus. És utána, figyeljetek, amikor a Pál azt mondja, hogy az Isten nemzetsége vagyunk, és nem ilyen szobrok. Amikor én megértem, hogy én az Istentől származom, nem jelent már az a kép nekem azt, amit előtte jelentett. Érted? És így szabadul meg az az ember, hogy megismeri a fiút, és szabaddá lesz. De hogyha egy másik vallást ismertetek meg vele, akkor vitatkozni fog, érted? Mert az erősebb az ő elméjében, mint én hozom az én kultúrámat. De ha megmutatom neki az eredetit, ami az ő vallása előtt létezett, érted? Az rezonál benne. Nem kell meggyőzni, senkit nem kell rávenni semmire, hanem csak kijelented neki azt, ami van. És utána azt mondja, figyeljetek, e tudatlanságnak az idejét elnézvén az Isten. Ezt úgy írja, hogy elnézi, hogy nem büntet érte. Azt is jelenti az a szó. Képzeljétek el, hogy Isten azt jelenti, de ez egy másik mise, tehát, hogy ő nem büntette a pogányokat azért, a tudatlanság idejéért. Így mondja az ige. Viszont most azt mondja, most parancsolja az embereknek, mindenkinek mindent, hogy megtérjenek. Na, ilyenkor ez jön az ember gyomra görcsbe, hogy most parancsolja mindenhol az Isten, hogy megtérjenek. A megtérés az azt jelenti, hogy a parancsolja szó ilyen angelló szó van benne, azt jelenti, hogy ő ezt az üzenetet így átadja neked, hogy te értsed meg ezt az üzenetet. Tehát ilyen nagyon közeli, nem egy ilyen rádbunkózza, hogy most aztán eddig nem haragudtam, meg mindent elnéztem, de most parancsolom neked, mert ha nem, mert ezt érezzük, az parancsolja szó alatt. Én legalábbis mindig, ha azt mondja, hogy az Isten parancsolja, Úristen, akkor biztos, hogy kell valamit csinálni, mert baj lesz. De ez a szó ez azt jelenti, hogy ő ezt az ismeretet akarja, hogy ezt most felismerd, és hogy most megváltozzon a gondolkozásod. Az, hogy megtérjél, hogy ismerd fel ezt, amiről most én beszéltem. Eddig imádtad ezeket a bálványokat, de most felismertétek azt, hogy ti az Istentől származtok, és nem hasonlítatok ezekhez. És akkor azt mondják utána, azt mondják, és akkor néhányan, azt hiszem, néhányat mond, néhányan hittek ebbe. Ez a megtérés, hogy hittek benne. Nem azt mondta, hogy néhány úgy döntöttek, hogy akkor kijönnek a templomból, hanem hittek benne. Jézusnál, ma is olvastam a János 8-ban, az van, hogy amikor ezeket elmondta, sokan hittek benne. A Pál az Apcsel 14-ben, amikor úgy beszélt, hogy az emberek hittek. Tehát amikor mi a valóságot mondjuk, nem egy filozófiát, a valóságot, az hitet vált ki az emberbe. Nem kell félned, mindenki tudja. Amikor azt mondod, amit Isten hisz, az hitet vált ki az emberek szívébe. És tapasztalják azt, amit Isten elvégzett Krisztusba. Mert a hitből hitbe megy a dolog. Tehát mindig azért kell nekünk, most így mondom, kicsavarni az agyunkat, hogy azon gondolkozz, meg az figyeld, hogy Isten mit gondol, meg ő mit hisz, és azt mond az embereknek. Annak ellen, hogy magadnak is érted, hogy én nem vagyok ilyen, de olyan vagy, testvérem. Elég egy ilyen két szó, ez Istennek a hite, és már érzed sokkal jobban magadat, és kevésbé gondolsz a bűnre. Tehát ez, figyeljetek, ez most én nem sok szót ejtettem a bűnről, de nem azért, mert azt mondom, hogy az nincsen, vagy stb., hanem az, hogy ezzel sokkal inkább védett vagy azok ellen, hogyha azt kezdjük látni, ami az ő fejében van, ami az ő szívében van. És szerintem ez az evangélium. Amen.
Halleluja. Drága apukán, köszönjük, hogy a fiaid vagyunk. Köszönjük neked, hogy minnyáján a te gyermekeid vagyunk, és nem vagy messze egyikünktől sem, Uram, senkitől. Uram, azok, akik nincsenek ma itt, Uram, őtőlük sem vagy távol. Sőt, Uram, akik nagyon-nagyon rossz helyeken vannak, Uram, azoktól sem vagy távol, Uram. A Pál Uram megértette ezt, Uram, hogy ő benne élünk és mozgunk, és ő benne vagyunk, Uram. Hálát adok te neked ezért, Uram, hogy amikor meglátjuk azt, hogy te vagy az apukánk, és látjuk, hogy mi a fiaid vagyunk, Uram, nem tudjuk hasonlítani magunkat szobrokhoz, Uram, vagy filozófiákhoz, Uram, hanem felismerjük, Uram, hogy a legcsodálatosabb, Uram, hogy olyanok vagyunk, mint te, hogy te belőled, a te nemzetséged vagyunk, Uram, a te génállományodból származunk. Én köszönöm neked, hogy te ennyire szeretted az embert, ahogyan Ádám, Uram, vele voltál közösségbe, hogy ugyanezt a közösséget helyreállítottad bennünk. Uram, köszönjük neked ezt, és a Jézus nevében, Uram, hálát adunk te neked ezért, és csodálatos vagy, Uram. Örvendezünk neked, Uram, Jézus nevében, és köszönjük azt a testvérünket is, Uram, hogy ő is meggyógyult a te sebeidbe teljesen, Uram. Hálát adunk te neked ezért, hogy ő is érezheti, átélheti, Uram, te benned azt a szabadságot és a gyógyulást, ami benned van. Uram, köszönjük neked, hogy ez nem a mi erőnk, Uram, nem a mi képességünk, hanem az Istennek az ereje és az ő képessége, Uram. Jézus nevében, ámen. Ámen. Amen. Köszönjük a szolgálatot. Mielőtt lemennénk, és a szeretetvendégségre meg vagytok hívva mindnyájan, hiszem, hogy a beszélgetésünk is építő lesz, és mondjunk bizonságokat mai alkalomról is, és ami történt velünk a hét folyamán is. És éneklünk egy éneket, és még mielőtt lemegyünk, ott hátul elhelyeztünk adakozásra való edényeket, és kérünk, hogy aki szándékozik adni az Isten országa építésére, helyezze oda. Amen. Elvette bűneimet, legyőzte félelmemet, és hiszek, és hiszek. Nem titkolom el, elmondom mindenkinek, igen, él az Úr, igen, él az Úr. Igen, él az Úr, bizony él az Úr. Igen, él az Úr, igen, él az Úr. Tudom, él az Úr, bizony él az Úr. Amen. Az Úr megmentett engem, vére megmosta lelkem, és hiszek, és hiszek. Elvette bűneimet, legyőzte félelmemet, és hiszek, és hiszek. Nem titkolom el, igen, él az Úr, igen, él az Úr, tudom, él az Úr, bizony él az Úr, igen, él az Úr, tudom, él az Úr, tudom, él az Úr, bizony él az Úr, hordozza lelkem. Hordozz a lelkem, fogja a kezem, és én dicsérem őt mindenkor, az élőknek hölgyét. Igen, él az Úr, igen, él az Úr, tudom, él
Igen, él az Úr, igen, él az Úr, tudom, él az Úr, bizony, él az Úr. Amen. Halleluja! Él az Úr! Amen.